Hogy Orbán Viktort idézzem, pedofiloknak nincs kegyelem. És ebben teljesen egyet is értek vele. A kérdés csak az, hogy az ügy végén a Sándor palotából mi fog maradni? Ez ugyan kérdés, de az nem kérdés, hogy a Fidesz magánakással sírt. És el is mondom mindjárt, hogy miért, tartsatok velem. Egy gyermekotthon pedofil igazgatója éveken át molesztálta a rábízott gyerekeket. Amikor ez az ügy kipattant, az igazgató helyettes védelmébe vette a pedofilt úgy, hogy az egyik tanúskodó kiskorú áldozatot kényszeríteni próbálta arra, hogy vonja vissza a vallomását mindezt úgy próbálta elérni, hogy a gyermek nevében írt vallomást, amiben azt állította, hogy a vád csak egy kitaláció. Viszont a kiskorú ezt a vallomást nem akarta aláírni, és nem is írta alá, szóval a pedofilt végül elítélték jogerősen, és a pedofil segédjét is. Novák Katalin köztársasági elnök ennek a hamis tanúzós pedofilt mentegető tetűnek adott egy elnöki kegyelmet, és ezzel elintézte, hogy az elítéltről lekerüljön a Prius. Magyarul elintézte, hogy az elítélt újra taníthasson és újra praktizálhasson, mint pszichológus. Na annyit az ügy körülményeiről. Ha az ügy politikai oldalát nézzük viszont, akkor ebből az egészből az jön le, hogy Novák tényleg csak egy aláírógép. Tehát aláírógép, és nem Orbán Viktor tolla, ahogy mondani szokták. Hiszen Orbán Viktort idézve ismét, pedofiloknak nincs kegyelem. Viszont ha ez igaz, akkor már csak azt kéne elmagyarázni, hogy miért kellett erre a nagy kinyilatkoztatásra kerek egy hetet várni. Meg hogy korábban Orbán politikai igazgatója miért mondta azt, hogy a kormány tiszteletben tartja Novák döntését ha ugyanis a kormány tiszteletben tartja Novák döntését, akkor abból az következik, hogy Orbán Viktor maga nem a kormány része. Persze ahelyett, hogy költői kérdéseken rágódunk, akár azt is észrevehetnénk, hogy az egész ügy nem áll másból, csak is kérdésekből. És azt is észrevetnénk, hogy az egész kormányzása is igaz ez. Mert hát 14 éve az is csak kérdésekből áll. Annyi különbséggel, hogy a kormányzati titkolózást cinizmussal fedezik. Ez az ügy viszont védhetetlen. Pont annyira védhetetlen, mint Orbán ezzel kapcsolatos totoljázása. Pontosabban az, ahogy kivárta, hogy hogyan alakul a közvélemény. Mert ha a közvélemény úgy alakul, akkor a pedofiloknak nincs kegyelem. Legalábbis nekem úgy tűnik, hogy Orbán hozzáállása a témához ilyen feltételes. Máskülönben nem veti be előbb Kocsis Mátét, aztán a megafont és a magyar nemzetet, hogy megpróbálják az egészet a baloldalra kenni. Vagy legalább mosogatni egy kicsit a pedofil bűnsegédjét azért, hogy Novák döntését fedezzék, amíg csak lehet. A másik, ami az ügyből látszik, az az, hogy hosszú távon nem lehet vezetni úgy országot, hogy abból a társadalmat kihagyják. Se Nováknak, se Orbánnak. Tehát nem folytatható a végtelenségig, hogy a döntések úgy szülessenek, hogy nincs magyarázat. Mármint nincs magyarázat a nép felé. Ebből viszont az következik, hogy Orbánnak változnia kell. Vagy változnia kéne, mert különben el fog bukni a saját csapdája miatt, amit pont azért állított mások ellen, hogy Hatalomban maradhasson. Ilyen csapda például a társadalom oktalan hergelése. Az a fajta hergelés, ami rövid távon Orbánnak hasznos ugyan, de hosszú távon visszaüt, és még hosszabb távon egyszerűen megbénítja a kormányzást. Például migránsokkal riogatni és gyűlöletkampányt gerjeszteni rövid távon oké okay lehet, de hosszabb távon megköti a kezed. Mert amikor eljön az idő, hogy épp a migrációt kéne serkenteni a munkahelyek betöltése miatt, akkor ellentmondásba keveredsz önmagaddal. Amit nagyon nehéz kimagyarázni. És még nehezebb lesz rávenni a manipulált tömeget, hogy ezek a migránsok nem azok a migránsok. Ez az egyik probléma. A másik probléma az, legalábbis Orbán szempontjából, hogy ezekkel az ellentmondásokkal teret ad az ellenzéknek. És persze teret ad a sajtónak, aki ezekre a fájdalompontokra szépen, szisztematikusan rámutat. És mellesleg teszi a hülyét, hogy nem érti, hogy mi a különbség például a kétfajta migráns között. De hát miért is ne tenni a hülyét? Ugyanezt csinálja a Fidesz, csak azt cinizmusnak és kormányzásnak hívják. Na ugyanez a helyzet Novákkal és a pedofil mentegetővel, meg Orbán egész pedofilos, homofóbos, LMBTQ-s kampányával is, hogy visszaüt. A helyzet ugyanis az, hogy a magyarokban a pedofilok ösztönös elítélése eleve megvolt. Csak hát Orbánék erre rossz rájátszottak akkor, amikor rövid távú érdekek miatt pár éve összepróbálták mosni a pedofilokat a melegekkel. És most derült ki, hogy ezzel elsősorban nem a tömege manipulálták, hanem saját magukat, azaz a pártot. Mert ha kizárod az értelmes vitát, akkor magadat is kizárod az értelmes döntésekből. És ez vezet oda, hogy például Pálfi István ki kellett rúgni a hírtévéből egy nap alatt, és hogy Orbán ellensége Márki Zajebből győztesen tudott kijönni. De ez csak egy példa. Ennél sokkal inkább fájó példa Novák Katalin és Varga Judit közös döntése erről a pedofilos ügyről, amiről akár azt is feltételezhetnénk, hogy alapos munka és komoly szakmai háttér támogatta. Csak hát mit sem érez az egész, ha ezt senki nem hiszi el. Éppen azért, mert az ország egyik része nem bízik a kormányban eleve. A másik része meg azt látja, hogy a köztársasági elnökből egy pedofil simogató lett. Azért, mert a közélet évek óta ilyen. Ilyen egyszerű ami ennek a Fidesz kreálta. Ebből viszont sajnos az következik, hogy ilyen egyszerűvé faragott környezetben nem lehet bonyolult döntéseket hozni. És ebből jön az is, hogy Orbánnak azt kell mondania, hogy nem lehet jogászkodni sem. És a lavina itt indul el. Mert a problémát, azaz azt, hogy a köztársasági elnöknek milyen jogkörei vannak, milyen autonómiája van, el kell kezdeni megnyírbálni. Méghozzá egy újabb alkotmánymódosítással, annak ellenére, hogy ezt az ügyben megnyilatkozó valamennyi jogász rossz döntésnek tartja. Magyarul szakmaiatlan. Elputod! Elputod! Tehát a Fidesz hülye álszent családbarát politikája miatt kiderült, hogy a köztársasági elnök nem szabad, nem független entitás. Mert köti a kormány ideológiája. Ezt persze korábban is tudtuk, csak most nagyon láthatóvá vált. Viszont a kormányt megköti a saját korábbi propagandája, így a jelenben és a jövőben ő sem szuverén, hanem függ az állandó önellentmondásaitól. Ezért önmagát taszítja a diktatúra felé, azaz fóliázza könyveket, kirúgja a Nemzeti Múzeum igazgatóját, méricskéli a templomok távolságát és megnyírbálja a köztársasági elnök szuverenitását, ami csupa olyan mikromanagement, ami a demokráciát sérti egyrészt, másrészt meg teljesen szükségtelen, ugyanis ha belegondolsz, nem lesz tőle se olcsóbb a kenyér, vagy nagyobb, magasabb a GDP. Az egyedüli dolog, amire ez az egész jó, az az, hogy Orbán maga a hatalomban maradjon. Gondolj bele. A hatalomára pedig az, hogy Novák Katalint beáldozzák. A köztársasági elnök intézményét meg megnyírbálják, megcsorbítják, megalázzák azzal, hogy a tanácsadók is lelépnek. Orbán Viktor pedig pont olyan törvényjavaslatot rak le, amit Gyurcsányék vagy Dúró Dóra azaz úgy táncol, ahogy Gyurcsányék fütyülnek. Novák pedig úgy táncol, ahogy Orbán fütyül, mert örömmel aláírná azt az alkotmány módosítást is, ami a saját kezét fogja megkötni. Gratulálok! Novák Katalin szereti hangsúlyozni, hogy ő nőként jutott ilyen magasra, ezért üzenem neki, és esetleges leendő utódjának, nem úgy lesz valaki hiteles nőpolitikus, hogy úgy táncol, ahogy a férfiak fütyülnek, és parancsóra minden.